A Gyöngyvirág óvoda óvisai műsorral köszöntötték a pedagógusokat a Hímer ház báltermében. Székesfehérvár önkormányzata, mint ahogy Cserpalkovics András polgármester elmondta, minden évben szeretné kifejezni a város közösségének köszönetét azoknak, akik a legkisebbek nevelését, a nagyobbak oktatását végzik. Ők is azon hivatásgyakorlók közé tartoznak egy városba, egy településen, akik nélkül egyszerűen a település működése az elképzelhetetlen. A jelenünk is, de az ő esetükben különösen igaz, hogy a jövőnk is, hiszen ők azok, akik a legkisebb gyermekektől egészen az egyetemig tanuló diákokig segítik a mindennapjaikat, ezáltal közreműködnek abban, hogy a család hogy tudja nevelni a legfontosabbakat, a gyermekeket. Ilyen értelme, tehát ez egy nagyon szoros együttműködés. Székesfehérvár oktatásáért díjat vehetett át Bénde Gábor Miklósné, aki 2016 óta a Gyöngyvirág óvoda igazgatója. Makó Margit, az Óbudai Egyetem Albarégia Műszaki Kar Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézetének mestertanára, és Horváth József, aki 2009 óta a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója. Próbáltam mindig egy kicsit előre gondolkodni a társadalmi folyamatokat, gazdasági folyamatokat nézve, és ahhoz alakítani a oktatást, és úgy szervezni a tantestületet, hogy a célokért megfelelően tudjanak dolgozni. De ha most nem a közvetlenül az oktatás, de a diákokkal való munka, akkor azért a legbüszkébb talán arra vagyok, hogy 31. éve viszem a gyerekeket nyári vándortáborba. Székesfehérvár ifjúságáért díjat vehetett át Kovács Mária, a Bugát Pál Technikum pedagógusa, és polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Jámbor Ferencné, a Bori Jenő általános iskola nyugdíjba vonult igazgató helyettese, a gyermekekért és a közalkalmazottakért végzett több évtizedes, magas színvonalú munkájáért. Hálát adok a sorsnak, hogy pedagógus lehetnem, erre készültem kiskorom óta, és olyan szerencsés voltam, hogy így is tudok nyugdíjba menni, mint pedagógus. Nagyon szerettem a gyerekeket, nagyon aranyosak voltak. Remélem, hogy nyomot hagytam az életükbe. Próbáltam őket nevelni, oktatni mindenféle szépre és jóra, iránymutatni az elkövetkezendő életükbe. A rendezvényen azoknak a pedagógusoknak is köszönetet mondott Székesfehérvár önkormányzata, akik a közösségeket, a diák önkormányzatok munkáját segítik.